Kedves gyülekezet, kedves szülők, fiatalok, mindannyiótokat nagy szeretettel köszöntünk az Isten terve veled című ifjúsági programon. Meghívlak, hogy gyertek, énekeljünk, énekkel kezdjük meg együttlétünket az új énekeskönyv 69-es számú énekével. Új énekeskönyv 69-es számú énekével. Meghívom a közösséget, akik tehetjük, hajtsunk térdet az imádságra. Drága Atyánk, köszönjük neked, hogy összegyűlhettünk a te házadban. Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen sokan lehetünk, ilyen sok fiatal, ilyen sok gyermek. Most azért imádkozunk, hogy áld meg mindannyiuknak a szolgálatát. Atyánk szívében olyan szeretetet, amely Jézus szeretetéhez hasonlít, és légy te velünk, add a te szent lelkedet a mi szíveinkbe. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, mert az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
kedves gyülekezet, mint láthatjuk, mint tudjuk, egy különleges istentisztelet keretében lehetünk, amelyben egyrészt egyeseket elbúcsúztatunk, illetve fogadunk szombatiskolából ifjúságba. Másrészt egy ifjúsági téma lesz feldolgozva, amely keretében részt veszünk majd néhányan. Egy kerek asztal beszélgetés következik azt követően, és az istentiszteletnek itt vége lesz majd, viszont a napi tevékenységek majd tovább folytatódnak. Nagy szeretettel köszöntjük körünkben Szász Karcsit, az egyházterületünk titkárát. Köszönjük, hogy még ünnepélyesebbé tesz egy jelenléted által a mi ünneplésünket. Köszönöm előre is mindazoknak, akik készültetek a programba, különösképpen Andreának előre is, még egyszer is. A Jóisten áldjon meg mindannyiunkat együttlétünkben. Amen. Kedves Dóra, kedves Rebeka, kedves Gergő, Benjamin, nem tudom, ha esetleg a karzatom van és nem látom, akkor megkérem szépen, hogy jöjjön ő is ide előre. Elértétek azt az életkort,
amikor kiléptek a gyermekszombatiskola soraiból, és csatlakoztok a serdülők csoportjához. Az elmúlt évek során sokat énekeltünk, imádkoztunk, tanultunk, kirándultunk, játszottunk és kézimunkáztunk együtt. Remélem, hogy sok szép emléket és tapasztalatot gyűjtöttetek, ami végig kísér az életben. Kívánom, hogy amit eddig tanultatok, legyen hasznos lelki fejlődésetekben, és maradjatok hűségesek Jézushoz, aki továbbra is tanítani vágyik benneteket. Ézsaiás könyve 48. fejezetének 17. versében ezt ígérte: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Érezzétek jól magatokat a serdülők között, és gazdagodjatok további szép tapasztalatokkal. Jézus elhívott, hogy másoknak is adjátok tovább, amire ő tanít titeket. Gyermekszombatiskolával együtt elkészítettünk számotokra egy kis meglepetést, egy emlékalbumot jó kívánságokkal, ami a helyzetre való tekintettel digitális formában lesz, amit most kivetítünk, hogy a gyülekezet is láthassa. Kérlek, fogadjátok szeretettel, és ezzel a kis ajándékkal együtt, amit már most átadok nektek. Nagyon jók voltak azok az alkalmak, míg az itt voltatok velünk, mekkor is várunk titeket fel a szombatiskolába. Sziasztok, köszönöm, hogy velünk voltatok, de a szívem fáj, hogy elmentetek, és de a mennybe örökre velünk lesztek. Sziasztok! Sziasztok!
Kedves csapattársam, akik most búcsúztok. Sziasztok! Nagyon fogtok hiányozni. Sziasztok! Példabeszédek könyve, 4. fejezet, 23. vers. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. Azt kívánom nektek, hogy legyetek jól a nagyok között. Örülök, hogy együtt jártunk szombatiskolába. Az Úr Jézus átjön meg titeket, olvassátok a Bibliát, és imádkozzatok minden nap. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, hanem a te beszédednek megtartása által? A Dora és Gergő és Beni, hogyha itt vagy, vagy ha majd nézel interneten. Nekem jutott az előjük, hogy köszöntselek titeket az ifjúság nevében. Így ahogy készítettem, és hogy elküldte Andi a képeket, és videóba raktam, nekem is eszembe jutottak az emlékek, mikor még a szombatiskolába, a gyerek szombatiskolába jártam, és aztán átkerültem a serdülök közé az ifjúsági korusba is, akkor még fiúként, ahogy bekerültem a zartba, egy kicsit szégyeltem magam, hogy lányok között ülök, de utána megnőttem, és most sokszor egyedül vagyok a tenorba, de ti is hiszem, hogy hogyha beültök a korusba, fogjátok szeretni, és ezek is áldásos alkalmak lesznek. Remélem, hogy sikerül, hogy újra beindítsuk az ösvénykereső programot is, mert ez a vírus miatt egy kicsit elhanyagolódott az utóbbi egy évben, de Gergő, te voltál táborban, tudod, hogy milyen jó az ösvénykereső tábor, úgyhogy ti is remélem, hogy meg fogjátok tapasztalni. És egy bibliaszöveget is kerestem számotokra, melyik így szól a Zsoltárok könyve 16. fejezetében, és a 16. fejezetnek a 11. verse. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Legyen ez mindig előttetek, hogy egyedül az Úr Jézusnál van öröm, és az ő jobbján mindig gyönyörűségek vannak, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, még sok szép program lesz ma, és egy könyvet is fogadjatok szeretettel, és benne van ez a videó is, amit láttatok, ilyen DVD formátumban, lehet most már ez rassan kiment a divatból, de ezen legalább megmarad, úgyhogy fogadjátok szeretettel.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, a jelenlevőket és azokat, akik interneten keresztül néznek bennünket. Köszöntöm a fiatalokat, nagyon szép számban összegyűltetek ma délután, és nagyon szépen szolgáltatok, a Jóisten áldjon meg titeket. Szaporodtatok néhány személlyel, és örülök annak, hogy most már még közelebbi rokonaim is vannak a kórusban, itt a kolozsvári kórusban. Eszembe jutott az az idő, amikor én voltam serdülő, és hát eljött az ideje, hogy minket is búcsúztassanak a szombatiskolából. Decemberben szokott lenni a búcsúztató, és valami történt, de nagyon-nagyon készültem erre a búcsúztatóra, nagyon-nagyon fel voltam készülve, hogy most már én is ott leszek a serdülők között, szembe a szószékkel, Sármáson ott volt a serdülők része, mindenki szem előtt ott voltunk, és nagyon vágytam már arra, és valami történt. És elhalasztották a búcsúztatót. Hát akkor még lázadóbb voltam, mint mostanában vagyok, és én ezt nem bírtam elviselni. Attól a szombattól kezdve, hogy kellett volna történjen az átadás, én elhagytam a gyermekszombatiskolát, és többet nem mentem vissza, beültem a serdülők közé, és még akkor sem akartam oda menni, amikor történt a búcsúztató. Örülök annak, hogy az adott helyzetre nem így reagált ez a három fiatal, mert tudom, hogy az ők átadásuk is korábbra volt tervezve, aztán elmaradt objektív okok miatt. És örülök, hogy ma jobb fiatalok vannak, mint régebb voltak. És hogyha az Úr valamit tudott kezdeni velünk lázadó fiatalokkal, akkor még többet tud kezdeni alázatos és szerény fiatalokkal. Én hiszem, hogy nagy dolgokat képes a Jóisten tenni a fiatalokkal. Nagyon örülök a kezdeményezésnek, hogy tanulmányozzátok két hetente az Üzenet az Ifjúságnak című könyvet, nagyszerű könyv, aminek az első fejezete azt a címet viseli, hogy az Úrnak terve van, pontosabban Isten terve az ifjúsággal. Egy picit módosítottam, és úgy nevezném el a mai elmélkedést, hogy Istennek terve van veled. És ez egy nagyszerű hír. Terve van veled. Milyen terve? Hát minek kellene a Jóistennek egy olyan fiatal, mint én? Vagy mint te? Hát nem boldogul nélküled? Nem boldogul nélkülem? Hát pont én kellek neki. Gondoltam arra, hogy megérni elolvasni ezt a fejezetet úgy szóról szóra. Mit szóltok? Elkezdjük. 20 oldal csupán. De szeretném ők összegezni, és rátok bízom, hogy olvassátok el. Képzeljétek el, hogy van egy hatalmas Isten, aki megteremtett, és aki nagyon-nagyon jól ismer. Annyira jól ismer. A Szentírás azt írja, hogy még hajatok szálát is számon tartja. Jobban ismer tehát, mint ti magatok, önmagatokat. Ez még jelent valamit, hogy amikor a Jóisten tervez, és valahova be akar téged helyezni, akkor személyre szabott tervet készít neked. Ez olyan, mintha nem az üzletből vásárolnád a ruhát, hanem elmennél a szabóhoz, az meg alaposan megmér, és a te alkatodra készíti a ruhát. Az rád van szabva. Tökéletesen rád illik. És a Jóisten lát téged, ismer téged, és azt látja, hogy te pont ebbe a tervbe, pont ide beleillesz. Ismeri az adottságaidat, de ismeri a küzdelmeidet is. Ismeri a kihívásokat, de ismeri a tapasztalatodat. Ismeri a törekvésedet. Ismeri a nemes célokat, amiket kitűztél magad elé. És mindezeket felhasználja, ha azt mondod, itt vagyok, szeretnék a tervedbe beleilleni. Amikor gyerek voltam, volt egy nagyon kedves szomszédnéni, aki gyakran járt hozzánk, és megkérdezte tőlem egyszer, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Ó, nekem is voltak terveim. És elmondtam nagyon büszkén, hogy hát, tetszik tudni, én buvár szeretnék lenni.
Aztán eltelt egy kis idő, és újra, lehet, hogy megfeledkezett, nem tudom, de újra kérdezte, és hát nagyon büszkén mondtam el, hogy én pék szeretnék lenni. És ahogy telt az idő, mindenféle szerettem volna lenni. Aztán zenész akartam lenni. Aztán úgy döntöttem, hogy az leszek, amire Isten hív el, hogy legyek. És tudjátok, amikor a Jóisten személyre szabott munkát szervez, egy tervet ad, ott érezzük a legjobban magunkat. Az a boldog ember, aki azért van megfizetve, amit szeret csinálni. Vagyis a hobbiáért fizetik meg. Ha téged azért fizetnek meg ebben az életben, amit szeretsz csinálni, és ezt azért teszed, mert az Úr kezébe helyezted életedet, legboldogabb leszel. Szeretnék néhány gondolatot kiemelni az üzenet az ifjúságnak című könyv első fejezetéből. Ellen White azt is megemlíti, hogy Isten nem csak a hajatok szálait ismeri, hanem gondolataitokat is ismeri. Ismeri igyekezeteteket. És azt mondja, hogy a Jóisten kész megáldani, az egész menny áldását rátok árassza, hogyha azt akarjátok, hogy szívetekből szolgáljátok Istent. Hú, az nem kevés áldás. Aztán még elmondja azt, hogy minden igyekezeteteket megáldja. Azt a keveset, amit úgy gondolod, hogy hát ez annyira kevés, amit tehetek Istenért. Viszont Isten megáldja minden igyekezeteteket. Istennek terve van veled, hogy egy beteljesült életet élj. De hogy teljesen beteljesült életet. Természetesen, hogy korlátok között, szabályszerűen, majd erről többet fogunk beszélni picit később. És Isten nem csak kitűz célokat elétek, és terveket készít számotokra, hanem megadja, lefekteti az utat is, amin járnotok kell. És vannak eszközök, amiket a kezetekbe ad, hogy ezek segítségével eléritek, hogy betöltsétek azt a célt, hogy megvalósítsátok azt a tervet, azt a nagyszerű tervet, amit Isten készített számotokra. Az egyik ilyen eszköz a Szentírás. Tanulmányozd a Bibliát. Nem csak öregeknek való könyv a Biblia, az fiataloknak való könyv. Az megadja az irányt, az életed irányát. Sokszor segít, tanácsol, megfed, erre is szükségünk van. Segít megtanulni az önuralmad, amire sok helyzetben szüksége lesz az életben. Hallgass tanításaira. Ne mondj le az elveidől semmi áron, tanácsolja Ellen White. Semmilyen áron, nem éri meg lemondani az elvekről. Ugyanakkor figyelmeztet is, és elmondja azt, hogy élhetsz zabolátlanul, ahogyan csak akarsz, de ennek is vannak következményei. Egy érdekes bejegyzést láttam. Ismeritek azt a híres képet, amikor a teremtés van megfestve, és Isten és Ádám újja majdnem összeér. És azt kérdezi az illető, hogy tudod, miért nem ér össze Ádám újja Isten újjával? Figyeljétek meg, hogy az Isten újja teljesen ki van nyújtva, de az Ádám úgy lecsüng. Miért? Hát ha Ádám is kinyújtaná az ujját, akkor meg tudná érinteni az Isten ujját. De Isten megteremtette Ádámot azzal a képességgel, hogy ha nem akarja megérinteni az ő kinyújtott ujját, akkor az ott lent van, ott csüng, és nem érinti meg Isten ujját. Ez a szabad akaratnak a nagyszerű ajándéka. Isten jót akar, de ahhoz ki kell nyújtsd az ujjadat. Meg kell érintsd az Istennek ujját. Segítséget is biztosít, angyalt küld segíteni a rossz szokások legyőzésére. Ez egy nagyon szép ígéret. Miért foglalkoztatja Istent annyira fiatalság, és miért a fiatalok annyira fontosak? Mert életerősek. Próbáltatok versenyt szaladni fiatalokkal? Nemrég egy vízesésnél jártunk az Aranyos Völgyében, és csak néhány évvel fiatalabb fiatalokkal voltam együtt,
Sokat jártam már azon a helyen, és amikor följöttünk a vízeséstől, csodálkoztam, hogy hogy mennek olyan gyorsan ezek a fiatalok ott előttem, hogy én iparkodom, de alig tudok lépni. Nem kapok levegőt. Hát nem tudunk versenyezni ezekkel a fiatalokkal. Megelőznek minket. Tele vannak erővel, és ezt az erőt nagy dolgokra lehet használni. Miért még a fiatalok? Mert találékonyak. Szeretik a kihívásokat, és szeretnek megoldást találni rá. Miért? Mert lelkesek. Hogyha valamit szeretnek csinálni, hát hihetetlen lelkesedéssel tudják azt elvégezni. Mindent beleadnak. Apait, anyait beleadnak, mert szeretik. Mert bátrak, néha merészek, nem félnek a kihívásoktól. Miért vezetnek olyan gyorsan a fiatalok? Idősebbek egy kicsit úgy megtanultuk a leckét, egy picit visszavonjuk a pedáról a lábunkat. De a fiatal, az merész, az nem tudja, mi a veszély. Féltjük a gyerekeket, állandóan ott vagyunk, hogy jaj, vigyázz, vigyázz, mert leesel. Vigyázz, ott a forró kályha, ne ér hozzá. Miért? Nem fél. Még nem égette meg magát. A fiatal még nem járta meg. Bátor, merész, vakmerő sokszor. És ez egy nagyon pozitív dolog, amikor félelem nélkül rendkívüli dolgokat vagytok képesek elvégezni. Mert fogékonyak a fiatalok. És higgyetek el, hogy a fiatalok nagyon tisztelik a becsületességet. Megvetik a hamisságot. Nagyon könnyen megszimatolják, hogy hol van hamisság. Szeretik az igazságot. Úgyhogy néhány felszólítás hangzik el az első fejezetben. Élj másokért. Dolgozzatok azokért, akik körében vagytok, dolgoztok, mozogtok, barátaitokért. A fiatalok nyelvén senki sem tud olyan jól beszélni, mint ti, fiatalok. Senki sem tudja elmondani azt, hogy gyere, tegyünk most valami mást. Ne azt csináljuk, találjunk valami más tennivalót, akkor, amikor valami rosszról van szó. Tedd, amit tudsz, és Isten megáldja igyekezetedet. Használd jóra az erődet, képességedet. Imádkozz bölcsességért, mert Isten megadja. Árasszatok világosságot magatok körül, és legyen szilárd a jellemetek. A cél, amit Isten elétek tár, az egy beteljesült élet. Az a terve, hogy magatok során ti is átadjátok a nagyszerű élet lehetőségeit másoknak. Az a célja, hogy a gyülekezeteket megerősítse a fiatalokkal. Egy adott pillanatban azt írja Ellen White, azért erőtlen a gyülekezet, mert hiányzanak az olyan ifjak, kik égő buzgalmukkal, bátor bizonságtevésükkel felszítanák Isten népének szunnyadó erőit, és így erősítenék a gyülekezetet. Rájuk van szükségünk, hogy a gyülekezet megerősödjön. És hogyha a fiatalok megkapják a helyüket a gyülekezetben, akkor az a gyülekezet megerősödik. Sose szégyeld a közösséget, a zászlót, melyhez tartozol. Inkább bontsd ki, és lengesd az emberek és angyalok láttára. Tudjátok, a Jóisten megszólítja a fiatalt a Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. versében. És azt mondja, adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. És ha Istennek adja a fiatal az ő szívét, nagyszerű dolgokat képes Isten tenni vele, mint nagyszerű szobrász, mester, művész, aki formálja a kezébe adott szívet. 2020-ban 875 személy keresztelkedett meg Romániában. És a 875-nek fele 30 év alatti fiatal. Áldott legyen az Úr. A fele az újonnan megkeresztelteknek fiatal. És ha tovább vinnénk a fiatalságnak a mércét, akkor még többen lennének. Istennek nagy terve van veletek. Neked mi a terved? Mi leszel, ha nagy leszel? Mi a terved? Lehet, hogy a legjobb és a legbölcsebb
odaállni Isten elé, és azt mondani, Uram, lehet búvár akartam lenni, lehet, hogy pék akartam lenni, vagy más. Bármi lehetnék, de azt szeretnék lenni, amit te szeretnél, hogy legyek. És szeretném ezt a tervet megvalósítani az életemben. Amen. Amint említettük, a következőkben egy rövid beszélgetésre fog sor kerülni. Megkérem azokat, akit meghívtam erre, hogy foglaljanak itt helyet elől. Igen, hozzatok szerint. Megkérjük Emmit, hogy amíg készülődünk, addig jön és játszon nekünk valamit. Istennek terve van veled. Hogyha nem is megyünk ma haza mással, csak ezekkel a szavakkal, Isten terve veled, azt hiszem, hogy már sokat gazdagodtunk, és az már egy eredmény. Isten hívja az ifjúságot, hív bennünket, hív téged, és hív engem. Mit válaszolunk? Az első kérdésem, amire szeretném, hogyha mind a hárman válaszolnátok, az, hogy ti hogyan tapasztaltátok meg Isten hívását, elhívását az életetekben. Volt-e egy konkrét ok, vagy egy esemény, vagy egy tapasztalat, ami ezt kiváltotta? Vagy csak éreztetek valamit, egy megérzés volt? Hát, ha kezdem én, akkor elmondom röviden, hogy nekem is megvoltak a völgyeim az életemben, és más terveim voltak, nekem meg voltak a magánterveim, a szüleimnek is meg voltak a tervei velem.
egy évig jártam Marosvásárhelyre, hogy felkészítsenek liceumba, a zeneliceumba, oboa szakra, és következett, hogy nyáron legyen a felvételi, amikor meghallottam, hogy Kolozsváron indul a Maranatha Adventista Liceum. Már nem emlékszem, hogy jutott el a hír hozzám, de amikor meghallottam ezt a szót, hogy járhatnék Adventista Liceumba, akkor oda mentem a szülőkhöz, és azt mondtam, hogy én szeretnék idejönni iskolába. És nálam ez volt a forduló pont, ahol a Jóisten elkezdett hívogatni. Egy olyan közösségbe kerültem, ahol mind fiatalok voltunk, és mindenféle rosszaságot elkövettünk, csintalanságot, tehát nagyon csintalanok voltunk. De közben a Jóisten dolgozott. Volt egy nagyszerű lelkészünk itt a liceumban, együtt énekeltünk kórusban. Leordián testvér volt akkor a lelkész, és megérintett a Jóisten. Mint hívottam, eddig megértettem, hogy áthagyjam az életemet neki, megkeresztelkedtem 93-ban, 15 évesen, és ezt én így éltem meg. Így éltem meg. Történet, köszönöm. Robert? Hát én igazából nekem nem volt valami így konkrét, ugye, ami meghatározta volna, hogy hát akkor most jó lenne ezen az úton elindulni, hanem inkább nagyon sok tapasztalatban volt részem, ami főleg tehát az Úr nagyon sok dologtól így megopott engemet, és még ha akkor épp nem vettem észre, de úgy mégis megmaradtak ezek a tapasztalatok, és idővel felfigyeltem rájuk, és rájöttem arra, hogy az Úrnak terve van velem is, hogy semmi sem volt véletlen, ami történt az életemben is, ami fog esetleg ezután. Tehát a sok kicsi sokra megy. Igen. Elég fiatal koromtól kezdve, nagyon fiatal koromtól kezdve foglalkoztattak, talán véletlenül, vagy a környezet befolyása miatt a lelki dolgok. A Jóisten elég gyakran megszólított olvasás által, emberek által, ami végképp kihívás volt nekem, és egy megszólítás is a Jóisten részéről, hogy kövessem őt, az a példa volt. Olyan emberekkel találkoztam, olyan embereket láttam, olyan emberekkel barátkoztam meg, akiknek az életpéldája, a gondolkodása, felkészültségük nagyon mély nyomot hagyott az elmémben, az életemben, és elmondhatom azt határozottan, hogy kimondottan a példák által hívott a Jóisten engem el, így érzem. Bennünket, hogy figyeljünk oda arra, hogy milyen példát mutatunk az embereknek, mert Isten embereket is felhasználhat arra, hogy elhívjon bennünket. Ebből a kérdésből nekem született egy másik kérdés. Én személyesen sokáig úgy tartottam, hogy azok az emberek, akik egy hatalmas megpróbáltatáson estek át, lehet az betegségből való felgyógyulás, vagy Isten megmentette őket a halálból, vagy egy más felekezethez tartoztak, és megismerték a bibliai igazságokat, és hozzánk csatlakoztak. Sokáig úgy gondoltam, hogy milyen szép és milyen jó nekik. És arra gondoltam, hogy hogyha nekem is lett volna egy ilyen hatalmas tapasztalatban részem, akkor biztos, hogy sokkal lelkesebben tudnám követni Istent, hogy sokkal könnyebben tudnék válaszolni a hívására. És az a kérdésem, hogy kell-e várnunk valami ilyen hatalmas, egetrengető tapasztalatra, vagy szólhat Isten hozzánk másképpen is? Nem erre válaszolni, hogy ez egyéntől függ, és attól függ, hogy ki milyen helyzetben van, mert a Jóisten különböző tapasztalattal próbálja megszólítani az embert, és ezt a tapasztalatot is személyre szabja. Tehát nem egyforma. Lehet, hogy egyes személyeken segít a baleset, a betegség, a halálból való megmenekülés. Másoknak nem erre van szüksége, és a Jóisten tudja, hogy kit milyen nyelven szólít meg. Tudjátok, amikor alszunk, ha felszínesen alszunk, egy neszre megébredünk. De ha mélyebben alszunk, akkor lehet, hogy hangosabban kell megszólítsanak, vagy
oda kell jöjjenek, és meg kell érintsék az arcunkat, vagy fel kell rázzanak. Egy részeg embert kellett felköltsek, egyszer éjszaka égett a ház, és bent aludt, és megráztam, felültettem, és visszaesett. Tehát akkor meg kellett fogjam, ki kellett vigyem a házból. Jó Isten sokféleképpen szólít meg minket, mert ugyanaz a célja, hogy mentsen meg. Ha itt nőttünk fel, ha máshol, ha itt voltunk, és közben elmentünk, és elhagytuk a hitet, Jó Isten nem mondott le rólunk. Tehát ő vissza akar nyerni, és megpróbál megszólítani többféle módon. Lehet, hogy egy baleset akkor szükséges, amikor a Jó Isten úgy látja, hogy ezáltal eléri célját, és ismerek ilyen eseteket is, hogy komában volt. És 6 napig nem lehetett tudni, hogy megmarad vagy nem marad meg, és megmaradt. És a Jó Istennek, ugye azt szoktuk mondani, terve volt vele, azért nem halt meg. Hát a Jó Isten mindenkivel terve van, aki él. Van-e még hozzászólásotok? Nagyon röviden visszatérnék a gondolathoz, idézném a gondolatodat. Évekkel ezelőtt sokszor én is így gondoltam, hogy lehet, hogy sokkal komolyabban vettem, vagy venném akár most is a hitéletet, hogyha egy nem adventista közösségből tértem volna meg. És 10 évekkel ezelőtt is úgy láttam, és talán még most is bennem úgy van, hogy akik nem az adventista közösségben nőttek fel, talán sokkal jobban tudják értékelni a közösség adott áldásokat, a közösséggel járó előnyöket, a szépségeit a közösségnek, és az Istennel való kapcsolatot. Remélem, hogy ez így is van, és sajnálom magunkat, akik adventista környezetben nőttünk fel, és nem tudjuk talán elég értékelni sokszor ezt. Igen. Még annyit hozzá, hogy miért kell megkóstolni a rosszat, hogy értékelni tudjuk a jót? Tehát miért kell a keserű, hogy szeressük az édest? Nem muszáj megtapasztaljunk egy világéletet, hogy utána értékelni tudjuk az Istenfélő életet. Tehát ha tudjuk, elég megismerni mások életét, látni, hogy hogyan tette tönkre a világi élet, emberek életét, hogy megtanuljuk a leckét, hogy ne menjünk, ne válasszuk azt, mert borzasztó hatással lehet a életünkre. Tehát Isten mindenkit másképp szólít meg, ezért nekünk figyelnünk kell, hogy felfedezzük, hogy mi is ez a hívás, vagy mikor szólít meg minket. Következő kérdés. Mi a véleményetek Ellen White következő állításáról? Nevezhetjük-e szélsőségesnek? Azt mondja Ellen White. Egyszerűségünk sokat segíthet ebben a munkában. Ne kísérletezzünk magas állások elfoglalásával, s ne áhítozzuk az emberek dicséretét. Ne az legyen a célunk, hogy a legnagyobbak legyünk. Mit érthetünk ez az idézet alatt? Azt mondja nekünk, hogy elégedjünk meg a kevesebbel, és sokra ne törekedjünk, vagy hogyan kellene ezt értelmezzük? Kezdem, én mondok egy gondolatot, aztán ki lehet bővíteni, vagy mást. Én azt értem személyesen magamra ebből az idézetből, hogy az ember törekvő kell legyen, de amire megkérik, vagy amire felkérik, azt vállalja el, és lelkiismeretesen, tehetsége szerint maximálisan végezze el. Mert ez bizalmat kelt mindenkiben, körülötte levő emberekben, és legyenek azok lelki dolgok, vagy az élet dolgai is, szeretettel, pozitív hozzáállással végezzünk el mindent, anélkül, hogy várnánk dicséretet, vagy hogy megtapsoljanak, vagy hogy kiemeljenek, és ha ezt így tesszük, a Jóisten hihetetlen elégtételt tud adni mindenben. Köszönöm. Még ebben a fejezetben is, amit elolvastunk, ott elolvastam a sorok közt, hogy Isten azt akarja, hogy tűzünk ki magas célokat, és ez lehet, akár lehet egy nagy állás is, vagy valami, de valahogy úgy látom, hogy ez ne érdekből legyen. Tehát, hogyha érdekből van, hogy mit tudom én, hogy jobban tiszteljenek az emberek, vagy több dicséretet kapjak, akkor ez nem javunkra vál, és Isten lehet, ezt nem engedi meg. Tehát te azt mondanád, hogyha majd eljutsz oda, hogy jaj, ezt meg azt fogok csinálni, többet fogok segíteni az embertársaimon, de mikor oda jutsz, lehet csak saját magadot látod, és azzal tényleg nem teszed magadnak jót.
Nagyon jó volt ez a megjegyzés. Gondoltam én is, hogy összhangban kellene olvassuk az előbbi idézetet azzal, amit később néhány oldalal későbbire levált, amit említettél, hogy tűzd célodat magasra. Tehát ne elégedj meg közönséges eredményekkel. Tehát nem elég az átmenő jegy, ezt mondja Levájt. Tűzzétek a célaitokat magasra, és ne kíméld a fáradtságot annak elérése érdekében. Különbséget kell tennünk a magas célok kitűzése és a nagyra vágyás között. És az első idézetben Levájt beszél a nagyra vágyás ellen, amikor magas rangot kívánsz meg, és magas, egy elismert dicséretet. Ellenben ott a másik lehetőség, hogy magas célokat tűz, amelyekért kész vagy dolgozni, kitartással, izzadni, ha kell, fáradtságos munkával, eléred azt a célt, és ebben a Jóisten megsegít. És erre bátorítanám majd. Célú legyen a vágyunk, hanem abban is Isten legyen a legfontosabb, és őt helyezzük az első helyre. Ugyancsak ezzel a kérdéssel kapcsolatos, egy picit személyes, hogy volt esetleg olyan vágyatok, szakmai álmotok, amit nem tudtatok vállalni az Istenért végzett munka, vagy esetleg vallásos elvek ütköztek, és ezért nem tudtátok ezt vállalni? Megtörül minden jeget. Most lehet, hogy egy kicsit viccesnek hangzik is, de hát amikor kisebb voltam, nagyon szerettem volna egy időben tűzoltó lenni. És hát nem láttam benne semmi rosszat, hát mentek életeket, és akkoriban még nagyon sok filmet is néztem, és láttam, hogy jaj, milyen, mennyi tele akcióban van az életük is, hogy hát én is ezt akarom csinálni. De hát azután felmerült a kérdés, hogy oké, de hát nem lehet tudni, hogy például mikor kinek van szüksége segítségre is, meg lehet, hogy épp szombaton be kell menni munkára, és akkor ez a gondolat így megszűnt, hogy tűzoltó szeretnék lenni. Nagyon röviden elmondom azt, nem nevezhetem szakmai álomnak, mert nem arról van szó. Voltak alkalmak, amikor előnyhöz juthattam volna, vagy előre is léphettem volna, nem vallási kihívás miatt, egy néhány szeméről el kellett volna mondjak negatív valóságot, amiről mindenki tudott, és abban a pillanatban úgy láttam jónak, hogy ne foglalkozzak ezzel, ezt nem mondjam el, mert úgyis tudják, és akkor ott maradtam abban a helyben, ahol addig is voltam. Személyesen én nem jártam soha így, nem volt szükség arra, hogy elveszítsek valamit a vallás miatt, vagy a hit miatt. Viszont másokról hallottam, hogy szombat miatt, vagy azért, mert becsületesek akartak maradni, úgy jártak, mint Péter, hogy nem léptették előre. És így úgy tűnik, hogy hátrányukra volt a hit. Viszont nem minden esetben. Sok katonáról hallottam, akik annak idején, akiket gyaláztak, mert hívők voltak, viszont amikor valakit kerestek, egy megbízható embert a raktárhoz, akkor a hívőt tették oda a raktárba dolgozni, mert tudták, hogy az nem lopja meg a kaszárnyát. Tehát vannak dolgok és vannak szakmák, amelyeket eleve nem vállalhatunk magunkra, mivel lehet a becsületességünk önkerül a esik csorba, vagy egyszerűen megalkuvást jelent, és a fiataloknak ezt előre jó tudni, hogy mi az, amiről nem mondanak le semmi áron. Bármilyen nagy legyen a fizetség, a fizetés, bármilyen nagy legyen az elismerés, de nem. Vannak dolgok, ahova nem lehet, amiről nem lehet lemondani. Vannak magas pozíciók, ahol Krisztust méltóan lehet képviselni, de ahol megalkuvásba kerül, akkor ott inkább lemondunk róla. Tehát néha áldozatokat kell hozzunk, de gondoljunk abba bele, hogy ez még mindig nagyon-nagyon kevés ahhoz képest, hogy Jézus az életét adta értünk. Egy következő idézetet fogok olvasni.
mint végtelen áron megváltott, szabad, erkölcsös lényt, Isten felszólít téged, hogy érvényesítsd szabadságodat, s használd fel képességeidet, mint a menny szabad polgára. Tehát ez azt jelenti, hogy érvényesítsd a szabadságodat, hogy mi már szabadok vagyunk, csak nekünk érvényesíteni kell ezt a szabadságot. Mégis miért van az, hogy mi fiatalok sokszor úgy érezzük, hogy az Istennel való járás az inkább korlát, mint szabadság? Mi a szabadság? Van egy szótári megfogalmazás, azt mondja, hogy a szabadság a kívánt tett megvalósításának lehetősége. Tehát amit kívánok, szabad vagyok, hogy megvalósítsam. Hát valóban az a szabadság, hogy azt csinálom, amit akarok. Ha én most épp állni akarok, vagy épp rá akarok ülni arra a székre, de ott már foglalt, és ül valaki, nem lépem át az ő szabadságát? Tehát végül nem élhetünk úgy, hogy csak azt teszem, amit akarok, mert az én szabadságom a másik szabadságába ütközik. Mindig vannak szabályok, és nem lehet szabályok nélkül élni. Tehát a szabadság az nem szabálytalanságot jelent, hanem a szabadság az, amikor szabad emberek szabadon eldönti, azt teszik, amit szabad. Tehát szabadon, ugye nem kényszerből, azt teszik, amit szabad, és akkor szabadok vagyunk. És ennek kell legyenek korlátja. Így értettem meg, és ha ezt így megértjük, akkor sok bánattól mentjük meg a fejünket. Van ehhez hozzászólás? A szabadságnak a legnagyobb értéke és a szépsége az, hogy képes vagyok és dönthetek jó és rossz irányban is. És nagyon fontos, hogy rossz irányban is. Gondolok a függőkre, bizonyos függő emberek, alkohol, cigaretta, bármi legyen az, talán a keresztény embereket úgy mondják, hogy milyen megkötözött ember vagy, milyen korlátozott vagy, neked nem szabad semmit, hogy mennyire korlátoz a vallásod, a hited, az egyházod, az egyházad, az Istened, az akármi legyen. Beszélgettem ilyen emberekkel, és elmagyaráztam azt, hogy én azt nagyon könnyen megtehetem, amit ő tesz. Nekem az nem örőfeszítés. Én dönthetem, hogy azt tegyem. De próbálja meg ő, hogy ne tegye azt attól a perctől, amit addig gyakorolt. Tehát a szabadság, amikor az ember jól használja fel, és jó irányba dönt, az korlátlan pozitív hatása lehet, ha lehet így mondani. Tehát az a szabadság, amikor azt tesszük, amit szabad. Egy következő kérdés, ami kapcsolódhat ehhez. Mi fiatalok inkább ki vagyunk téve a baráti társaságnak, és lehet sokszor azért gondoljuk azt, hogy korlátozva vagyunk, mert látjuk azt, hogy a barátaink mindent megtehetnek, és akkor úgy gondoljuk, hogy hát jó, de fiatalok vagyunk, hát egyszer élünk, hát milyen életem van, ez se szabad, az se szabad, és akkor összehasonlítjuk magunkat más fiatalokkal. És akkor itt jön az a mondás, meg Ellen White is ezt írja, hogy minden ember a saját sorsának a kovácsa. Milyen szerepe lehet a baráti körünknek a sorsunk alakulásában? Fontos az, hogy erkölcsös, elfű barátokkal vegyük körül magunkat, vagy az személyválogatás? És hát Istenről azt olvassuk, hogy ő nem személyválogató. Mennyire kell elhatárolódni a világi társaságtól, barátok? Ahogy említette Péter is, hogy az ő életében nagy szerepet játszottak azok az emberek, akik végül úgy döntöttek, hogy Isten mellett dönt. Tehát nagyon befolyásolták, ezért én egyetértek azzal, hogy tényleg a barátaink befolyásolják azt a szemét, aki mi fogunk vállani. És azért mondom azt, hogy amivé fogunk vállani, mivel általában nem ezek a hatások, nem, tehát a baráti körnek a hatásai nem látszanak azonnal, hanem egy idő után, mint például is, hogyha eszünk egészségtelen ételt, tehát az nem látszik egy nap, két nap után, hanem egy idő után. És persze ebben az esetben a testünkön fog látszani ez egy idő után, és így van a barátokkal is, hogy lehet nem látszik egy hét, két hét, egy év után, viszont a gondolataink azok befolyásolva vannak tőlük. Meg
elképzelésem az, hogy minden fiatal úgy gondolja, úgy képzeli el, hogy ő fog jól hatni a barátaira, és nem a barátok hatnak rosszul rá. Ez megtörténhet. Mindenki hat a másikra. Ha erős alapokon állunk, akkor bízunk abban, hogy megváltoznak a barátaink, és jó irányba sikerül őket befolyásolni és hozni. Viszont ehhez nagyon sok ima és kitartás kell, és nagyon-nagyon nagy erőfeszítés és munka. És mivel ifjúsági órán vagyunk, és nem vagyunk a szószéken, én szeretném ezt szemléltetni, és remélem, hogy minden fiatal számára örökre az emlékezetébe vésődik a következő. Hogyan hatnak ránk a barátaink, és hogyan hatunk mi rájuk? Hát, most álljunk fel, te maradhatsz, téged megkérlek, hogy állj fel, sőt, nem csak arra, hogy felállj, hanem arra kérlek, hogy a székre állj fel. Képzeljük el, hogy ő az én jó barátom, aki erős alapokon áll, és egy jó fiú, egy nemes lelkű, istenfélő fiatal. És velem barátkozik, aki egy züllött, vagy lehet nem vagyok annyira züllött, de Isten nélküli életem van, a magam terveivel, a magam útját akarom járni, és barátkozunk, jó barátok vagyunk. Ő azt akarja, hogy felhúzzon engem arra a szintre, amelyiken ő áll, legalább arra a szintre. Anélkül, hogy én erőlködnék, bármilyen erőfeszítést tennék, nem ellenkezek, viszont nem érdekel engem az az élet, amit ő él. Úgyhogy megkérlek, hogy teljes erődből húzzál engem fel magad mellé. Jó, erős vagy, én kicsi vagyok, kicsit nehéz, de kezed. Próbálj! Sikerül? Sikerül? Lehet, ha jobban erőlködsz, akkor sikerülni fog. Köszönöm. Tehát erőlködött, ha én nem teszek semmilyen erőfeszítést, neki nem sikerül. Ha én is szeretném, akkor fel tud engem könnyen segíteni arra a szintre. Ezért mondom, hogy nagyon sok ima kell, és nagyon-nagyon meg kell állni Krisztusban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Megtörténhet, nem azt mondom, hogy lehetetlen. Az Úr nagy dolgokra képes. Viszont figyeljetek meg a következőt. Én itt vagyok, lent, és le akarom őt húzni, ahol én vagyok. És ő nem ellenkezik, tehát nem tesz nagy erőfeszítést, hogy ellenálljon. És én le akarom őt húzni magam mellé. Nehéz volt? Nagyon könnyen lehúztam. Miért? Mert lefele a rossz befolyással sokkal könnyebben tudjuk a rosszra vinni azt, aki nem áll ellene, mint a jó befolyással jóra bírni azt, aki nem akar jó lenni. Tehát én így látom a barátok befolyását. Hogyha ő is akar rosszra változni, akkor még könnyebb. Ha én szeretnék jóra változni, akkor ő sokat segíthet. Egy jó barát, aki Krisztusban áll, nagyon sokat segíthet valakin, aki meg szeretne változni. Tehát kell barátkozzunk nem hívő fiatalokkal, hogy segítsünk rajtuk. De ugyanakkor tartsuk észben ezt, amit mutattam, hogyha mi nem akarunk megállni erősen Krisztusban, a rossz befolyás nagyon könnyen magával ránthat a mélybe. A szemléletes példát. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell más kommentárt fűzni. Tehát fontos, hogy megválasszuk a barátainkat, de viszont nem kell lenézőek legyünk más felekezetű ifjakkal, hanem szeretettel kell viseltessünk irántuk. Lett volna még egy utolsó kérdésem, de az idő már elhaladt, úgyhogy megpróbálom összegezni. Ellen White ebben a fejezetben, az utolsó részben említ egy nagyon fontos összetevőről, ami nagyon fontos, és pedig a kitartás. Nagyon fontos az, hogy bármit, amit elkezdünk, kitartással csináljuk végig, hogyha Isten hív, akkor válasszunk és tartsunk ki. És ez a kitartás a mindennapjainkban meg kell nyilvánuljon. Nem egy csettintésre születik meg, hanem napról napra ezt kell fejlesszük önmagunkban, és még hogyha jönnek nehézségek, akkor is tartsunk ki. Én kívánom azt, hogy megtapasztalja mindenki Isten hívását az életében,
és hogy döntsünk pozitívan, válaszoljunk neki igennel, és mondjuk neki azt, hogy igen, itt vagyok, küldj el engemet. Szeretném egy idézettel befejezni ezt a beszélgetést, amit remélem, hogy mindenki megjegyez és magával visz. Bármilyen jók vagy bármi gyengék a képességeid, mindig gondolj arra, hogy csak sáfára vagy azoknak. Ezzel vizsgál meg téged az Úr. Alkalmat ad, hogy hűséges gazdálkodónak bizonyulhass. Minden tehetségedről Istennek tartozol számadással. Tested, értelmed és lelked minden ereje Istené, hogy ő érte használd fel. Idődért, befolyásodért, képességeidért, ügyességedért számot kell adnod Isten előtt, aki mindezek adományozója. Az az ember használja fel a legjobban a képességeit, aki komolyan törekszik arra, hogy megvalósítsa az Úrnak az emberiség felemelését szolgáló nagy tervét. A megkezdett munkában tarts ki, míg győzelemről győzelemre jutsz. Tervszerűen dolgozz és tanulj. Legyen szemed előtt a legmagasabb cél, hogy mind több és több jót tehess, így sugároz szét Isten dicsőségét. Amen. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek a beszélgetésben. Isten áldását kívánom az életetekre. Személyesen is szeretném köszönteni a fiatalokat a kórusban. Örülök, hogy az első alkalom már megvolt, és mostantól teljes jogú tagsággal bírtok, és Isten hozott ebbe a körbe titeket. Egész röviden csak egy vallomást. Amikor végigolvastam az első fejezetet, az üzenet az ifjúságból, rádöbbentem arra, hogy mennyire meghatározó volt. Úgy, igazából nem is emlékeztem már, hogy mit tartalmaz. Valamikor rég olvastam. De mennyire meghatározó volt az életemre nézve. Nagyon ajánlom figyelmetekbe.
minden ember saját sorsának a kovácsa. Köszönöm az itt lételet, Karcsi, köszönöm a szolgálatokat, Szilvia, Andrea még egyszer. Az együttlétet az Úrnak, mindannyiótoknak a itt létet. Meghívlak, hogy zárjuk ifjúsági alkalmunkat a 252-es énekkel az új énekeskönyvből. 252-es ének. Szerető jó atyánk, miután hatásod alatt beszéltünk és hallgattunk, most veled akarunk beszélgetni, és meghívunk, Urunk, ahogy feltárjuk a mi szívünket, pecsételj meg minden gondolatot, minden szót, amely a te akaratodból hangzott el ezen a délutánon, és segíts, hogy szívünkbe zárjuk a te beszédedet, hogy ne vétkezzünk ellened. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy terved van minden emberrel, és köszönjük, hogy megadod azt az élményt, azt az izgalmat, az örömöt, hogy rádöbbenjünk erre. És köszönjük, Urunk, hogy a te terved az olyan, hogy abban mindenki belefér. A szolgálatnak a terve. Segíts, Urunk Istenünk, hogy elfordulva ennek a világnak az ambícióitól, a magasra törésétől, megtaláljuk az örömet a szolgálatban. Felfedezzük, hogy a legnagyobb öröm az, amikor azt az útat járhatjuk, amit Jézus járt, a szolgálat útját. Kérünk, Urunk, tanítsál erre bennünket. Áld meg ezt a tervet, ahogy szeretnénk az üzenet az ifjúságnak című könyvet végigvenni.
Segíts, Urunk, hogy az ismeretünkkel növekedjen a mi jellemünk a Te akaratod szerint. Különösképpen áldásodat kérjük erre a négy fiatalra, akik átléptek egy küszöböt az életükből. Köszönjük, hogy velük voltál, megáldottad őket a családi körben, gyermekszombatiskolai körben. És Urunk, most, ahogy egy kicsit megnyílt előttük a határ, kérünk szépen, hogy óvd meg őket, és segíts, hogy nagyon megtalálják a helyüket a fiatalok között, a gyülekezetben, és talán egy lépéssel inkább a világban, a szolgálatban, a világban. Kérünk, hogy áld meg, Urunk, a tanítókat, akik foglalkoztak velük, és áld meg azokat, akik mostantól inkább kihívást kaptak, és rájuk bíztat, hogy teljes szívvel tudjuk hordozni az ő terheiket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy kezedbe tehetjük a mi életünket, a Te tervedbe, és abban adjál meg nyugvást nekünk valamennyünknek. Amen. Meghívlak, hogy foglaljunk helyet. A diakonusokat reméljük, hogy vannak. Megkérem, hogy gyűjtsék be a délutáni adományokat. Az adomány begyűjtése után egy ifjúsági kórust hallgatunk meg újból. Ezzel ér véget, ezzel, illetve csendes imával ér véget délutáni együttlétünk. Fiatalokat emlékeztettem, hogy társas estére kerül sor ma este. Igyekezzünk hamar elkezdeni, hiszen hamar be kell fejezni. Szép estét kívánunk mindenki számára!